Enélkbe vagyok. Ez egy nagyon pici falu itt a Yukontól nem messze. Ez, szóval ami itt van, ez tényleg kemény. Szóval itt konkrétan semmi nincs. Hogy itt mit csinálnak az emberek, azt nem tudom. Van egy szupermarket, sört nem lehet kapni sehol. Tehát az egész faluban nem lehet sört kapni. Van egy szupermarket, de hogy ki vásárolott és mit, azt nem tudtuk kideríteni, mert nincsenek házak. Tehát nem tudjuk, hol laknak itt az emberek. Van egy repülőtér, és van mellette egy szupermarket. És van egy néhány autó, de nem lehet tudni, hogy hol vannak a tulajdonosaik, vagy egyáltalán mit csinálnak itt. Itt tényleg semmi nincsen. Most azt várjuk, hogy Bob Adams, a Grizzly és Óriás Jávor és Karibu és Fekete Medve vadászat főszervezője, az ide tudjon éltünk jönni. De hát nem nagyon tud, mert because of weather, megint az időjárás miatt. Megpróbált felszállni az alaptáborból, és föl is szállt, de vissza kellett fordulni, annyi a ködös volt az idő, hogy nem tudott ide repülni. És most itt a repülőtér épületébe várakozunk. Egyetlen jó dolog, hogy mexikóiakkal vagyok együtt, és van náluk egy pár üveg tekila. Ez az eredeti mexikói tekila, ez azért komoly. Ő az egyik nagy piás. Hi! Mexico! Mexico! Tekila! És ez itt a teljes kihalt falu. Arról beszélgettünk itt a két mexikói vadásszal, hogy szóval itt az emberek így az év 365 napján keresztül mit csinálnak egy életen át, hát egyszer nem tudunk rájönni. Szóval ehhez képest Dead Horse az egy világváros volt. Annyira el van szigetelve mindentől ez a település, hogy szinte csak repülővel lehet megközelíteni, és hát egy-két folyó itt, ez biztos hajózható, de nincs hova hajózni, mert ha ezt valaki megnézi a térképen, láthatja, hogy itt több száz kilométerre nincsen más település, tehát azt se lehet csinálni, hogy átugrok a szomszédba, vagy mit tudom én. Anchorage-ba lehet berepülni másfél óra alatt. Lehet, hogy életünk végéig itt kell várakoznunk.